És Gyertyán király nem tud gyét mondani a Kaukázus lakosság. Ezért a Gyertyán helyett Gyertyán mondani. Gyertyán király levele most is megvan a pápai levéltárban, amelyben új püspököt kér, mert a réginek megrendült az egészsége. Tehát amikor Julianus barát elindult az ott maradott magyarokhoz, akkor nem stoppal ment, hogy egy kicsit majd erre, meg egy kicsit arra, hanem tudta, hogy hova megy. Hogy a Kaukázusban is voltak magyari népek. Mert a kaukázusi Magyarország fővárosa magyar volt. Most is így hívják, kicskine magyar, kicsinke magyar. Jó, nem maradunk itt tovább, hogy egyszer, hogyha nem sokára, amikor leverünk mindenkit. Ez egy perceken belül mindjárt bekövetkezik. Nagyon szívesen, külön csak ezért, nagy örömmel eljövök egy történelmi nyelvészeti előadásra, hogy azért tudjuk, hogy hány 8 kalács volnánk valójában. Mindezt a hosszú bevezetőt azért tettem, hogy megint odalukadjuk Istvánhoz, aki mondjuk nem következett volna törvény és jog szerint, mert a szeniorátus elve alapján a korszak legkiválóbb hadvezére, katonája, az őserejű Koppány Borka következett volna. Akiről az István a király című dalműben súlyos történelmi ismeretek hiányában azt állítják, amit állítanak. Azonban a nyugattal való szövetség reményében megköttetett egy házasság, amely egy politikai jellegű házasság volt, amivel azt mondták, hogy ha ezt megkötik, és a magyar király adófizetője lesz a pápának, akkor nem támadja őt a nyugat. Nagyon rövid az emlékezetünk, barátaim, mert nem is olyan régen a koronázáshoz képest. 1907-ben a pozsonyi csatában úgy verte meg 30 ezer magyar a 100 ezeres bajor haderőt, és utána több három kisebb csatában, hogy alig volt, aki hazamenjen és elmesélje. Árpád nem a sátorból kiabált, hogy előre, hanem ott ült a lovon, és azt mondta, hogy utána. Az nagy különbség. A három fia vezette a 3x10 vagy 12 000 emberből álló magyar töményeket, tömény, az egy 10 000-es katonai erő neve. Tarkos, Üllő és Jutas. Mind a három fiú ott maradt. És Árpád is olyan súlyos sebeket kapott, hogy azokkal később belemett. De megvédte az ország függetlenségét. Elgondolkodtak-e azon, hogy miért nincs nekünk Árpád nevű király? De a magyar államiságot nem István teremtette meg, hanem Árpád a pap király. A hazatérő magyarok és az itt élők vallása egy istenhívő, az kita keresztény vallás. Nagyon sokan visszaélnek vele és sámánkodnak, meg táltoskodnak, meg papkodnak, miközben magáról a liturgiáról szinte semmit nem tudunk. De egy a lényeg, hogy ennek a vallásnak a középpontjában nagy boldogasszony állott, akinek a neve ma is él, és Csíksomjón évről évre megünneplik Papa Maria. Olyan erős volt a magyar természettudományos csillagászati és orvosi kultúra, hogy azoknak külön, hogy ma így mondanák, hogy szakmai felelős kellett, és ezek voltak a tárkosok. A Kovács Szének például a tárkány volt a mestere, az atyamestere. Mikor elvették az ABC-nket, István rendeletet hozott, hogy be kell szolgáltatni minden ilyen bűnös írást, összes rováspálcát, feliratot, agyagcserepet, mindent, és a magyar szóbeliség hordozóit, a papok, a regősöket, az igriceket pedig ki kellett végezni. Félszívvel és félszájjal tett eleget ennek, mert Erdélybe a hír szinte el se jutott. Az óriási haderővel és nagy tekintélye rendelkező Erdélyi Gyula fittyet hány. Ennek tudható be, hogy Hunyadi alatt, Hunyadi Mátyásról van szó, 1457-1490, a sókamarai bevallások Erdélyből rovás karikán érkeznek.
A karikákra kicsi fatáblák voltak téve, amelyeken a só, kivitt, bevitt és az adózott mennyiségét rögzítették a kancellárián. Nem tűnt el. Írni és olvasni azonban az újra behozott, az újonnan behozott nyelven csak azok tudtak, akik azt behozták. Vagyis a Németországból és Frankfurtból érkezett papok. Mondhatták tehát, hogy mert az írásban is benne van. Ki tudta, hogy benne van? Csak ők. Emlékezzenek rá, Luther 1517. októberében fordítja le a Bibliát németre. Amiért pápai kiátkozás járt volna, különös szerencséje a dolgok együttállása és a pápa súlyos betegsége akadályozta meg, hogy ne átkozzák ki Luther mátot. Addig azt mondtak, amit akartak. Sőt, a középkori vásárokon pénzzel lehetett bűnbocsánatot nyerni. Emlékeznek rá? A bűnbocsánat cédulák. Ezeket az egyház pénzért állták. Hogy tudta volna az egyszerű ember és mikor megtanulni a latin írást és az olvasást? Miközben bizonyítékok vannak rá, Darai Cser könyvében, hogy az átlag ember is tudta a rovást használni és olvasni, a pásztor ráfaragta a fára botra és tanította a bojtát, és a többi. Háromosztatú házban, három generáció jött egymás mellett, a középső járt el dolgozni, a nagyszülők nevelték a gyerekeket. És átadták a hatalmas eltúzni. Na most, írni és olvasni tudni, mint mondottuk, nagyon nagy hatalmat jelentett, és Gutenberg megjelenésével könyvet kiadni, vagy később újságot kiadni, még nagyobb hatalmat. Ugyanis az van benne, amit a tulajdonos kér. Na most ugorjunk egy nagyot. Az 1980-as évek közepén, végén, majd a 90-es évek elején befejezően megjelentek Európa és más országok legnagyobb sajtóbirodalmai, és kilóra felvásárolták az összes magyar újságot. Miből következne tehát, hogy az idegen tulajdonú újságokban az jelenik meg, ami igaz? Nem az jelenik meg. Az jelenik meg, amit a tulajdonos érdeke kíván. Mondjanak egy magyar tulajdonú televíziót. Engem a tegnap előtti beszélgetésben nem győzött meg a három nevű asszonka. A Duna TV-ben nem tudom, látták-e. Volt egy kis szösszenet, semmire nem volt idő. Csak az, hogy a Duna TV közalapítvány, és kinek a pénze van benne. Vagy kié nincsen, mert hogy ilyen kódus műsorokat ad, és már semmi köze a nemzethez, ez is bizonyára sok pénzbe kerül. Ki tud versenyezni a kereskedelmi rádiók és televíziók milliárdos költségvetésével, akinek szintén nincsen magyar tulajdonos? Hogyan alakult ki az a helyzet, hogy mi rólunk a más szájával kell beszélni? Írni, tanítani, híresztelni. Olyan elképesztések jelennek meg a körülöttünk lévő országok történelem könyvében, hogy attól megáll a kés a levegőben. Máshol kéne pedig, hogy az a kés megáll. Olyan térképeket ábrázolnak Tóthország könyveiben, hogy elcsattan az acskó magát. A Tóth egyébként nem sértés, bocsánatot kérek, Noszti fiú esete nem Szlovák Marival volt. Ugye emlékezünk rá. És nem szlovák tónlós, hanem tónlós. Mikszát Kálán azt írta, hogy jó, Tóth atyafia, nem szlovák atyafia. Ez egy találmány ez a szlovák. Azok Tóthok voltak mindig, semmi baj nem volt. A szerb se azért látsz, hogy csúfolják. Középkori térképeken úgy van írva, hogy rascia, rácia, azért rácz. Az olá pedig, most majd befejezzük a gondolatmenetet, az vláhnak van írva eredetileg, de mert a szó elejé két mással hangzott, a magyar nehezen viseli, lelágyította, így lett olá. Ulák, olá. Ulászló se azért ulászló, az László, csak a lengyel ejti a szó elejé el, ulá, vac, jócs, azért ulászló. No, ugorjunk vissza Ulászlóról meg a Tóthokról.